A dobogó második fokáért lépett pályára csapatunk, az ellenfél a Budaörs együttese volt, akik viszont a kiesés elől menekültek. A mérkőzés előtt a tabella 17. helyén álltak, míg csapatunk a harmadikon. Három helyen változott csapatunk kezdője, bekerültek a Csirus testvérek, Tamás és Ádám, és egy mérkőzés kihagyás után újra elől találhatjuk Bajzát Pétert. A mérkőzést Barna Gábor vezette, asszisztensei Szalai Dániel és Kis Balázs voltak. A vendégcsapat kezdte jobban a találkozót, belőtt labdákkal veszélyeztettek. Először a 8. percben Bogáti passzát Deli nem tudta értékesíteni, majd a 12. percben Holzer kezéből kiesett a labda, de Csillag nem talált kaput. Fölé emelt nagy helyzetben. A 17. percben Holzer óriásit védett, Bogáti labdáját Deli tette kapura, kapusunk a levegőben úszva ütötte ki a lövést. Három nagy vendéghelyzetet követően eljött a mi időnk is a meccsen, a 28. percben. Lovlencsics lövése lepattant egy védőről, pont Huszák elé, akinek szép tekerése utat talált a vendégkapuba. Ismét középpályásunk kezdte meg a gólgyártást, csak úgy, mint egy hete a Balmaz ellen. 4 perc múlva jött a második, ezúttal Sándor labdája változtatott irányt egy védőn, és pont Lovrencsics elé került, aki okosan a kapus fölött juttatta a hálóba a labdát. Ha egy üzlet beindul, a 41. percben megpecsételődni látszott a Budaörs sorsa, ezúttal szögletből szereztünk gólt. Sia labdáját nem tudta kiütni Ordasi, így Gengericki elé került a labda, aki 3 méterről a hálóba vágta a játékszert. A második félidő egy szabadrugással kezdődött, az 50. percben Bogáti tekeréssel került el éppen csak a kapunkat. Egy perccel később Csius Ádám varázsolta Lovrencsics fejére a labdát, de támadón bólintásra középre tartott. Az 54. percben Holzer ismét hatalmasat védett, Sejbán Máté verekedte át magát valahogy a védelmünkön, de kapusunk óriási reflexzel beletette kezét a labda útjába. A 62. percben gyepes átlövése pattant úgy egy védőn, hogy az jó volt Csirus Ádámnak, aki Lovrencsicshez passzolt, centerünk pedig nem hibázott 6 méterről. Támadunk az utóbbi 4 meccsen már az 5. gólját szerezte, és vezeti az MB2 góllövő listáját 10 góllal. A 70. percben egy csere, Csirus Ádám helyett először lépett pályára a bajnokságban klubunk saját nevelésű játékosa, Márki Bence. Ám a következő gólt nem ő, hanem Bajzát szerezte, Síje tökéletesen pontos labdával hozta zicserbe támadónkat, aki nem hibázott, a rövidbe lőtte a labdát. Rutinos támadónk a 4. gólját szerezte már idén. Holzernek ezen a délutánon egyszerűen nem lehetett gólt lőni, ezúttal Csillag Dáriusz lövését hárította. A 70. percben a csereként beállt Szilágyi került helyzetbe, Lovrencsics labdájával idomodott meg és versenyt futott védőjével, kiszorított helyzetből aztán nem tudott túljárni Ordas Jeszén. Nagyot hárított a vendégkapus. A 81. percben egy labdaszerzés követően Síje lőtt, lövése elkerülte a kaput. A 90. percben Huszák is duplázhatott volna, Szilágyi passzát azonban nem tudta gólra váltani, de ettől még valószínűleg nem szomorkodik se ő, se a csapat, hiszen sok gólt szerezve ismét bebizonyították, hogy nem véletlenül van klubunk az élmezőnyben, és úgy várhatjuk a jövő heti fordulót, hogy a második helyen vagyunk, egy pontra az első helyezett Balmazújvárostól. Soroksár SC, Budaörs, 5-0. Kicsit érthetetlen számomra a mai játékunk, bár az első 20 perc után, de ahogy megkaptuk az első gólt, úgy szétestünk teljesen, ennek nem tudom még az okát. Ezt a jövő héten kiderítjük és megpróbálunk rajta változtatni, de ez Soroksár érdeméből semmit nem lesz le. Ma ennyire voltunk képesek, úgy érzem, hogy bárkivel játszhattunk volna, nem tudtak volna győztesen elhagyni ezt a mai találkozott. Első 20 percben rendkívül álmosan futballoztunk, lassan, körülményesen és pontatlanul. Utána szerencsére a gól megnyugtatott bennünket, azzal együtt, hogy a mezőnyjáték nem mutatott ekkora különbséget a két csapat között, de a kapu előtt a megfelelően élesek és hatékonyak voltunk, ez okozta a számszerű különbséget ilyen mértékig.